A fáklyás felvonulás a múzeum udvaráról indult, ahol az egyetlen ismert Petőfi által írott sírverset hordozó sírkő és az annak kialakított emlékhely mellett lángra lobbantották a fáklyákat. Majd Romsics Imre múzeum igazgató és kalocsa, illetve bátyja polgármestere, dr. Fülvi Géza és Fekete Csaba, valamint a kalocsai múzeumbarátok köre elnöke, Markó László felvezetésével megindult a menet a fő utcán, a 48-asok terén álló Petőfi szoborhoz, ahol Kanalas János szavalta el a nemzeti dalt, majd Fekete Csaba koszorút helyezett el a szobor lábazatán. Ezt követően a színház oldalbejárata mellett álló Kossuth szoborhoz vonultak a résztvevők, ahol közösen elénekelték a Kossuth nótát, majd Markó László megkoszorúzta a Kossuth szobrot. A felvonulók visszatértek a múzeumba, ahol az ablakba égő gyertyát helyeztek el, majd 48-as vacsorán vettek részt.